Balatoni Urbex körút során felleltünk pár különleges elhagyatott helyet, többek között az alsóörsi gyerektábort, melynek múltja egészen 1969-ig vezethető vissza. Alsóörs a dunaújvárosi és várpalotai gyerekek körében fogalommá vált, és generáció számára egyet jelentett a Balatonon való nyaralással. Sajnos a tábor történetében sokszor akadtak problémák. Sajnos nem ez az első úttörő tábor, amely jobb sorsot érdemelne, de ennek más a története, mint a Pannonhalmi Gyermek és Ifjúsági Üdülőtábornak. A tábor területe három fő részre lett osztva, a legnagyobb területet a dunaújvárosi vasmű foglalta el, míg a másik kettőn Dunaújváros és Várpalota osztozott. A két utóbbi területet váltott turnusokban használhatták az üdülőtáborban nyaralók. A dunaújvárosi vasmű területén találhatók voltak a fürdő, zuhanyzó, étterem, szórakozóhely, sportpálya, na meg a játszótér, és ezek nélkül a másik két terület nem tudott volna megfelelően működni, ami a későbbiekben be is bizonyosodott. A dunaújvárosi vasmű 1965-ben területet kért úttörőtábor építésére a Somlyóhegy oldalában. Először 1969-ben tesznek említést az üdülőről a dunaújvárosi hírlapban, miként 1970 nyarától 200 gyermek befogadására lesz képes a tábor. Valójában az első szezonja 1971 volt, és 470 gyermeket fogadott, 1972-ben 630-at, és 1973-ban már 760-at. A Dunai Vasmű például 1979 nyarán dolgozóinak 3500 gyermekét üdültette az alsóörsi, Balaton széplaki és gyopáros fürdői üdülőjében elosztva. A tábornok saját része volt a fizetőstrand keleti végében külön öltöző és vizes blokk egységgel. A gyerekek rengeteg élményt szereztek, sok jó programban volt részük. Annak idején még nem a pénzen volt a hangsúly, hanem a pihenésen és a játékos oktatáson. Bátorságpróba, tábortűznél palacsintasütés, vetélkedők, versenyek, stb. Az első években a Sirály étteremből kis Nizza furgonnal szállították fel az élelmiszereket a tábor kicsi konyhájára, amíg el nem készült a nagy és tágas főzőkonyha. Amikor az ételek már helyben készültek, szinte mindig maradt némi repeta. 1984-ben a Dunai Vasmű név megtartása mellett bevezették a Dunafer márka nevet és logót. Az úttörőtábor, vagyis a dunaújvárosi vasmű által fenntartott tábor sikeresen túlélte a rendszerváltást. Így továbbra is üzemelhetett, azonban már új néven gyermek- és ifjúsági tábor, ami továbbra is lehetőséget nyújtott a gyerekek és a fiatalok számára a nyári kikapcsolódásra és programokban való részvételre. Így a hagyomány és a tábor értékei folytathatták megőrzésüket a változó környezetben is. A PC Guru újság több nyári tábort is szervezett itt 1999 és 2002 között. Ezáltal még népszerűbb lett a hely, már a kamaszok és a felnőttek is vágytak ide, és mindig teli volt. Olyannyira, hogy hónapokkal előbb kellett helyet foglalni. 2003-ban a Dunafer döntést hozott arról, hogy megválik az úttörőtáborhoz tartozó üdülőtől. Ennek eredményeként hivatalos közlemény szerint az üdülőt bizonytalan ideig bezárták, annak ellenére, hogy már szinte az összes hely le volt foglalva a szezonra. A dunaújvárosi és várpalotai részek sem tudtak vendégeket fogadni, mivel a Dunafer területe nélkül ők sem tudtak megnyitni. Később a Dunafer eladta az ifjúsági tábor első részét 22 millió forintért, ami miatt a várpalotai és dunaújvárosi rész sem tudott működni. Bár sokan támogatták volna és lobogtak a tábor további üzemeltetése érdekében, végül a gyermeküdülő nem jutott ki a 2003-as szezonra. A bezárás után az azt követő egy-két évben folyamatosan szó volt a tábor újranyitásáról. Az ügy azonban összetett volt, mivel három különböző tulajdonosa volt, közülük kettő önkormányzat. Több szál is felfedezhető volt a közhiedelemben, például bizonyos érdekkörök arra játszottak, hogy a tábor állapota romoljon és olcsón megvásárolják a területet. Azonban ha valóban valódi szándék állt volna a háttérben, akkor már lépéseket tettek volna akkoriban a terület megvásárlása érdekében. 2005-ben elbontották a faházakat. Valamikor 2006 és 2008 között wellness szállót is terveztek ide, ami szintén nem valósult meg.
2016-ra a Dunaferes résznettó 120 millió forintért hirdették, a várpalotai részt eladták és elkezdték a ma már meglévő lakóparkot tervezni. Napjainkban a látvány elképesztően szomorú. Látogatásunkkor még nem tudtuk a helység történetét, később utána járva már szinte érthetetlen volt az egész, hogy miért is zár be egy ennyire népszerű tábor, és miért nem lett megoldás, mikor hónapokkal előtte jelezni kellett a szándékot a nyaralásra. Állapota rendkívül rossz. Jelenleg ami még megmaradt belőle, a konyha, 2 vizes blokk, a faházak alapja, 3 darab zászlótartó árbóc, egy melléképület és a játszótéren némi jel, hogy az mi is volt. Viszont úgy tűnik, mintha a területet valaki néha-néha gondozná. A maradék meglévő épületekről ez nem mondható el. Graffiti, rombolás és törött üvegek mindenhol, a berendezést ellopták. A konyha ma is beázik, és ezzel sokkal korábban is küszködtek. Sajnos nem sok esély látható arra, hogy ebből valaha is lesz még gyerektábor. Csak PC-k vannak. Merre haladjunk? Visszajövünk. Megkülöttem ezt. Ezeken a lépcsőkön állhattak talán a faházak, nem? Igen. Hát itt lehettek azok, ahol a gyerekek megszálltak.